Hiába áll minden készen, nem működhet Szombathelyen az önkormányzati oltópont. Az ellenzéki városvezetés azért alakította ki, hogy gyorsabban és biztonságosabban haladhasson az oltás. A kormány szerint azonban ez csak politikai akció, mert az ellenzék valójában oltás ellenes. Aki oltás ellenes, az kockára teszi honfitársainknak az életét. A miniszterelnök reggel az állami rádióban bírálta az ellenzéki pártokat. De ha most egy kicsit az oltás ellenes kampányt abbahagynák és elhallgatnának, azon nagyon sokat segítenének az országnak. Persze ezt nem tudjuk parancsba adni, mert demokrácia van, hát ha folytatják. A fővárosi önkormányzat is több helyszínt ajánlott már oltópontnak, de nem alakíthatott ki egyetlen egyet sem. A főpolgármester közösségi oldalán reagált a miniszterelnök mondataira. Azt írta, hogy a magyar parlamentben nincs egyetlen párt sem, amely ne világos, átlátható és gyors oltási programot akarna. A főpolgármester szerint nincs kormánypárti oltás és ellenzéki oltás, a budapesti városvezetés pedig továbbra is azt kéri, hogy engedjék az önkormányzatokat segíteni az oltási program lebonyolításában. Szintén a közösségi oldalon kérte számon a kormányfőn az érdemi intézkedéseket a Jobbik miniszterelnök jelöltje. Szerinte Orbán Viktor ma is beszélt, de nem mondott semmit. Jakab Péter azt írta, hogy a miniszterelnöknek nincs több célja, mint gyalázkodni kormányzás helyett. A hivatalos adatok szerint két napja már 200-nál is több halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon. A Demokratikus Koalíció arra hívta fel a miniszterelnök figyelmét, hogy Magyarországon napok óta rekordot dönt a halálozások száma. Ez tragédia, ez a kormány járványkezelésének teljes és totális kudarca. A dubajozó halálkormány egy nemzeti tragédia szélére sodorta az országot. A kormányfő közölte azt is, hogy a következő 2 hónapban 500 000-rel kevesebb AstraZeneca vakcina érkezik, mint amiről megállapodtak. Ezért ezt a mennyiséget orosz vagy kínai oltóanyaggal akarják pótolni.